Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Úr a galilai tenger partján látott két testvért, Pétert és Andrást. Meghívta őket, jöjjetek utánom, ember halászokká teszlek titeket. Hozott jó fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Szent mise szándéka, Ilana gyügyulásáért, István családja lelki megújulásáért. Most, testvéreim, a Szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk. Gyúnom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor is sokod vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel, s mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalakat is, szenteket, és titeket, testvéreim, Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz. Szent András apostol ünnepe alkalmából énekeljük dicsőség a magasságban Istennek. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálád adunk néked, nagy dicsőség. Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, irgalmazz nekünk, te elveszed.
Istenünk, legyen közben járunk az örökké valóságban, Szent András apostol, aki itt a földön ige hirdetője és vezetője volt egyházadnak. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom, ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az írás ugyanis azt mondja, senki nem vall szégyent, aki hisz ő benne. Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű mint azokhoz, akik segítségül hívják, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hívhatják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? És hogyan halljanak róla, ha nincs, aki hirdesse? És hogyan hirdesse az, akit nem küldtek? Amint megvan írva, milyen szép annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet. De nem mindnyájan engedelmeskednek az evangéliumnak. Ezért mondja Izajás, Uram, ki hitt abban, amit hallottunk? A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából. De kérdezem, vajon nem hallották? Hiszen minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza, minden földre elhat szózatuk. Minden földre elhat szózatuk. Isten dicsőségét az egek hirdetik, a mennybolt vallja kezének művét. Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, erre oktatja éj az éjszakát. Minden földre elhat szózatuk. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavád. Minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Minden földre elhat szózatuk. Alleluia, 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 alleluia. Jöjjetek utánom, mondja a mi Urunk, én ember halászokká teszlek titeket. Alleluia. Veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. A galileai tenger mentén járva meglát,
meglátott két testvért, Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvéreit. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Itt szólt hozzájuk, kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket. Erre azok ott hagyták hálóikat, és követték őt. Amint onnan tovább ment, meglátott másik két testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta, ők is elhagyták a csónakat és az apjukat, és követték őt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, András, Szent András apostol vezeti be minket az idei adventbe, akiről a Szentírás azt mondja, hogy mindent elhagyott és követte Jézust. Nem csak ő természetesen, de ő is. Legyen itt az ideje, hogy adhagyjunk mindent, ami elválaszt minket Istentől, és megnehezíti az Úr követését. Az első, ami Andrással kapcsolatban feltűnő, az az, hogy neve nem zsidó, hanem görög eredetű, András. Galileában a görög nyelv és kultúra eléggé jelen volt Jézus korában. Az első, ami Andrással kapcsolatban feltűnő, akkor az ő neve. Az evangéliumokból egyértelműen kitűnik a Péter és András közötti testvéri kapcsolat, mint ahogy Jézus hozzájuk intézett közös meghívása. Kövessetek engem, így szólt hozzájuk Krisztus. A negyedik evangéliumból, Szent János evangéliumból tudunk, hogy kezdetben András keresztelő Szent János tanítványa volt. Ez is azt mutatja, hogy kereső ember volt, aki osztozott Izraelem reményében, aki közelebbről meg akarta ismerni az Úr szavát, valóságát. És keresztelő Szent Jánostól hallotta egy napon, hogy Jézus az isteni bárány. Mihelyt találkozott testvéreivel, Simonnal, elmondta neki, megtaláltuk a messiást, vagyis a fölkentet. És mit csinálta? És elvitte őt Jézushoz. András tehát az első volt, az apostolok közül, akit Jézus meghívott követésére. A bizánci egyház liturgiája pontosan ezért tiszteli őt a protoklitos névvel, ami annyit jelent, hogy az első meghívott. Első meghívott. Protoklitos. Bizonyos, hogy a Péter és András közötti testvéri kapcsolat miatt különösen erős a testvér egyházi érzés és a romai és a konstantinápolyi egyház között. Az evangéliumi hagyományok másik három alkalommal tesznek még említést András apostolról, aki ezáltal közelebb kerül hozzánk, az első a galileai kenyér szaporítás.
A másik epizód Jeruzsálemben történik, az evangéliumok végül feljegyzik András apostolnak egy harmadik kezdeményezéseit. A helyszín ismét Jeruzsálem, nem sokkal Jézus kínszenvedése előtt, András és Fülöp, a két apostol, akinek görög eredetű volt a nevük, tolmácsként közvetítőként lépnek föl Jézus és a görög kis csoportja között. Jézus két tanítványán keresztül a következő, akkor titokzatosnak tűnő szavakat intézi a görögökhöz. Azt mondta, eljött az óra, mikor megdicsőül az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a buzaszem nem esik a földbe, és el nem hal, egyedül marad. De ha elhal, sok termést hoz. Sok termést hoz. Mint jelentenek ezek a szavak? Jézus halálával, amely egy földbe hullad maghoz hasonlít, elérkezik majd megdicsőülésének órája is. Kereszt halála és feltámadásban bűséges termést hoz, ez elhalt mag, az élet kenyere lesz a világ számára. Világosságot hoz a népeknek és kultúráknak. Jézus profétai módon megjövendőli, hogy létrejön a görögök, a pogányok, az egész világ egyháza, mint húsvét Jánok gyümölcse. Ősi hagyományok, András a görög világ apostola volt. Egy későbbi hagyomány szerint András apostol Patros városában szentvette el a keresztre feszítést. Abban a legvégső pillanatban testvéréhez, Péterhez hasonlóan azt kérte, hogy Jézusé túl eltérő keresztre feszítsék. Az ő esetében a két gerenda egymást átlósan keresztezi. Egy 6. századi ős jelbeszélés az apostol ezeket a szavakat ejtette ki vértanúsága elszenvedésekor. Üdvözlét, ó kereszt, amelyet Krisztus teste avatott fel. Ó boldog kereszt, aki az Úr testének fenségeit és szépségeit vetted magadra. Fogadj el engem, és vigyél el messzire az emberektől, adj vissza mesteremnek, hogy általad fogadjon be az, aki általad megváltott engem. Szent András apostol azt tanítja nekünk, hogy kövessük Jézust, beszéljünk róla lelkesen, de ha nem lelkesen, akkor legyen, hogy beszéljünk Jézusról, mindazoknak, akikkel találkozunk, és ápoljuk Jézussal a családias kapcsolatot, annak tudatában, hogy csak ő benne találjuk meg életünk és halálunk végső értelmét. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat,
hogy Szent András és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket. Áld meg, Urunk, egyházadat, Ferenc pápánkat, Péter főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívünkben. Kérjünk téged, hallgass meg minket! Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket! Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket! Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Kérünk téged, hallgass meg minket! Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendhessünk. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesíts reményünket, hiszük és reméljük, hogy a mi javunkra válik, megadott nekünk. Krisztus a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bűkezőségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked mind a föld terméseit és az emberi munka gyümölcseit, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten, mindörökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bűkezőségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked mind a szülőtő terméseid és az emberi munka gyümölcseit. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten, mindörökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, engedd, hogy ezeket az áldozati adományokat, amelyeket Szent András apostol ünnepén hozzunk eléd, tetszésedre felajánlhassuk, és általuk megújuljon életünk. Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyának, mindenható örök Isten. Mert nyájadat örök pásztorunk magára nem hagyott, hanem szent apostolait által mindvégig őrződ és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén, fiad helyett, mint pásztorok. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyed és a földet. Hozsanna a magasságban, áldod, aki jön az Úr nevében,
igazságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként adotta magad a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, adott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségei. Ez a vér értetek, és sokakért kiantatik a bűnük bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljunk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhattunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyöjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és véreiben részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egy házad, sorsad az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzé meg a feltámadás reményében elhűnt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket, szent színed letasára. Könyörű kérjünk mindnyájunkon, hogy Isten anyával, a boldogságos Szűz Máriából, Szent Józseffel, az ő jegyeseivel, a szent apostolokkal, Szent András apostollal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható, Atya Isten a szent lélekkel egységben. Minden tiszteled is dicsőség, mindörökkön örökké. Isten úgy szereted minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merjünk így imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békeit napjainkban, hogy irgalmadból minden kar bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítjünk meg Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békeimet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békeiben, és add meg teljes egységeit, aki érzi és uralkodal mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
köszöntsétek egymást a béke jelével. Isten baránya, te elveszed a világ Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, kumbajé, hanem csak egy szóval mond. András így szólt testvéréhez, Simonhoz. Megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentett, és elvitte Jézushoz. Üdvözlét, Orta Rész, csodálatos Szent Isten,
Könyörögjünk, Urunk Istenünk, szentséged vétele erősítsen meg minket, hogy Szent András apostol példára nyomán Krisztus halálát hordozzuk magunkban, és vele együtt élhessünk a mennyei dicsőségben. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Imádkozunk Ilona gyógyulásáért, István családja lelki megújulásáért, és a mi családjainkért. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, kérdésünket megnevess, szükségünk idején, hogy ne oltalmazz meg minket, minden veszedelmünk, a dicsőséges és áldott szűz. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátánban az kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezzel kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig menj és gyerekek vezére, a sátán és a többi gonosz szelleme, itt a lelkek vesztére tűnik.